Mérleget vont eddigi tevékenységéről létrehozásának második évfordulóján a kormány keretében működő fenntartható fejlődési ügyosztály. Az ügyosztályt vezető Borbély László az eddigi eredmények mellett azt sem rejtette véka alá, hogy a fenntarthatóság kérdése Romániában még erősen gyerekcipőben jár. A fenntartható fejlődés ügyosztály nagyon erős mandátummal rendelkezik, joga van nem csak összehangolni, de felügyelni is az ezen a téren foganatosított intézkedéseket. Ezt mondja Borbély László, az ügyosztály vezetője, hangsúlyozva, egyedül nem képes megoldani a fenntarthatósági gondokat, ehhez társadalmi összefogásra van szükség. Általánosságban kell rátekinteni a különböző célokra, és utána meg kell hogy hogyan tudjuk gyakorlatba ültetni, és persze, mint mondottam, és ebben hiszek, be kell induljon a társadalom szintjén egy mozgalom. Egy olyan mozgalom, amely hisz abban, hogy tudunk tenni valamit azért, hogy a következő generációk jobban éljenek. Ehhez szükséges továbbá a kormányzat katalizátor szerepe, mert korábban hiába volt Romániának fenntartható fejlődési stratégiája, ennek a céljai nem valósultak meg. Az agenda 2030-ban azonban 17 célt és 169 részleges célkitűzést fogalmaztak meg. Ehhez a parlament nyilatkozatot fogadott el, majd létrejött a főosztály, és sikerült egy új stratégiát az asztalra tenni. Legkésőbb jövőre kell eljutni oda, hogy a fenntartható fejlődési projektek különtételként jelennek meg a költségvetésben.